2001 óta június 20-a a menekültek világnapjaként van számon tartva. Ennek kapcsán a Baranya megyében lévő karitatív szervezetek, melyek a menekültek megsegítése ügyében is együttműködnek, úgy döntöttek, az elmúlt években az általuk készített fényképekből egy kiállítást rendeznek, mintegy emlékezve erre a világnapra, mondta Besenci Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója, a Baranya megyében működő karitatív szervezetek képviseletében. A fotók, amiket itt ezzel a kiállításon lehet látni, a karitatív szervezetek saját fotói, azokban a helyzetekben, azokban a szituációkban készültek, ahol tényleges segítségnyújtás folyt, akár itt Magyarország területén, most a jelenlegi helyzetben is, ugye a magyar-ukrán határon jelen vagyunk folyamatosan, a karitatív szervezetek jelen vannak, és a fotók ott készültek, illetve a 2015-ös menekültválság kapcsán is nagyon-nagyon sok munkánk volt, ott is sok fotót készítettünk, és ezekhez kapcsolhatók ezek a felvételek. A kiállított fotókkal nem csak a menekültek világnapjához kívánnak csatlakozni, hanem szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy egy valóban létező problémáról van szó a világban. A segítségnyújtás leghatékonyabb módját a karitatív szervezetek összefogásában látják. Ezért a Máltai Szeretetszolgálat, a Pécsi Egyházmegye Katolikus Karitász, a Híd Gyülekezete Szeretetszolgálata és a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete fogott össze ennek a kiállításnak a létrehozásában.